Eszterházi Podcast. Köszöntöm a Tittel Podcast hallgatóit. Az egyetemi könyvtárról szóló podcastünk e-havi témája az érseki palota és a Tittel Pár könyvtár kapcsolata. Leginkább a rendezvények mentén gazdagodik és épül ez a kapcsolat, de jó apropó most ez számunkra, hiszen éppen az Ars Sacra Fesztivál hetében beszélgetünk, aminek célja a szakrális művészet népszerűsítése. Beszélgető társaim, Oszlánci Krisztina, a Tittel Pál könyvtár főigazgatója, és Hernádfői Csaba, az EGRI Érseki Palota kulturális, turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Több közös rendezvénnyel léptünk a nagyközönség elé a szent művészetek népszerűsítésének jegyében az elmúlt napokban. De a mostani együttműködés nem előzmény nélküli. Én legelőször arra kérnélek benneteket, hogy elevenítsük fel, hogy emlékeitek szerint mikor kezdett el az egyetem könyvtára és az érseki palota együttműködni. Egyértelműen arra tudom visszavezetni a kapcsolatunkat, hogy a Főegyház megyei könyvtárral legendásan régi és jó a kapcsolatunk. Ugye sokszor beszéltünk már erről, hogy nem csak szakmai, hanem baráti kapcsolatban is állunk, és hát adta magát a helyzet, hogy a Főegyház megye fenntartása alatt álló intézményekkel hasonló jó kapcsolatot fogunk kialakítani. Számos olyan rendezvényen találkoztunk, ami kulturális vagy közgyűjteményi szempontból mindannyiunkat érintett, és itt már kezdtek kialakulni a szakmai és emberi kapcsolatok. Nekem az egyik legkedvesebb emlékem az, amikor a könyvheti programjainknak helyet kerestünk, hiszen rendszeresen a líceum előtti téren rendezték meg a könyvtárak ezt a könyvünnepet, és ugye az Eszterházi tér felújítása miatt kiszorultunk a megszokott helyünkről, a palota viszont tárt kapukkal várt minket. Amikor ez az ominózus év eljött, hogy az ünnepi könyvheti programokat nem tudtuk az Eszterházi téren megvalósítani, akkor nagy örömmel fogadtuk az érseki palota munkatársainak és igazgató úrnak a felajánlását, hogy a csodálatos palota udvarán, otthonos közegben meg tudjuk rendezni ezt a minden évben rendszeresen kivitelezett programunkat. És hát ez egy valóban nagyon hangulatos és jól sikerült programsorozat lett, úgyhogy azt gondolom, hogy ettől az időponttól kezdve definiálhatjuk a szorosabb együttműködést, ami azóta több kisebb-nagyobb esemény folytán göngyölődött tovább. A könyvhét számunkra is egy nagy élmény volt, mert ez a gyönyörű tér, ez a gyönyörű dísztér sok esetben olyan kihasználatlannak tűnik, viszont amikor megjelentek a sátrak, az ünnep, a könyv, az tényleg számunkra is egy nagy öröm volt, és mindazon túl nagyon sokan be is tértek, még a palotába is egy kicsit megpihenni, körülnézni, a kávézóban egy kicsit fogyasztani. És hát a másik gondolat, visszatérve megint csak a kapcsolatépítésre, ugye a Főegyház megyei könyvtárral már régebről, de későbbiekben a Tittel Pál könyvtárral is kialakult ez a kapcsolatunk, és hát tényleg úgy van, hogy ha bárki is érkezik, tehát bármelyik csoport is jön, de különösen amikor a kollégák jönnek, akkor tényleg rendkívül odafigyelünk arra, hogy amire kíváncsiak, azokat még alaposabban megmutassuk, elmagyarázzuk. Az jut még eszembe, amikor a kollégák kérték, hogy meg szeretnék ismerni a palotában lévő kiállítást, és akkor Csaba fogadott bennünket, körbevezetett, megmutatta a kiállítást, és milyen érdekes, hogy akkor még nem tudtuk, hogy egyszer közös fenntartásban lesz a két intézmény, és hogy, ahogy te is említetted, Kriszta, ez az emberi oldalról épülő kapcsolat mennyire jó lesz a szakmai együttműködés szempontjából is. Az EGRI érseki palota 2016. február 2-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, és hát onnantól kezdve várjuk szeretettel az ide érkező turistákat, az zarándokokat, és mindemellett pedig a városban élő embereket. 2018-ban visszakaptuk a pincerendszerünket, amelyet 2019 húsvétjától lehet látogatni, ahova szintén invitáljuk a turistákat, az zarándokokat, illetve hát a kollégákat is. Nagyon sok esetben újdonság számukra is az, amit a pincerendszerben, egy teljesen autentikus pincerendszerben találnak, és ahol ott egy kicsit a bor, must és molnár kalács kóstolással is még érdekesebbé tudjuk tenni ezt a látogatást. Rögtön fel is idéződött bennem, hogy tényleg mennyire jó hangulatúak ezek, és egyébként a nyárnak kedvelt programja volt, hiszen akkor még a hűvös is csalogatott bennünket, de hát ősszel legalább ugyanolyan jó a pince látogatás. És meg is érkezünk ehhez a nyárhoz, amikor már az EGRI Főegyház megye fenntartásában működött az egyetem Tittel Pál könyvtára, és ugye az érseki palota is, és ott például gyönyörűen kiviláglott,
hogy milyen hasznosak ezek az együttműködések és ezek a korábbi kapcsolatok, mert augusztus közepén nyílt meg az a kiállítás, ahol az egyetem több dolgozója, oktatója, hallgatója is közreműködött. Lehetőségünk van minden szinten egy-egy kiállító térben időszakos kiállításokat befogadni, illetve ezen kívül ugye konferenciák, könyvemutatóknak a színtere, az érseki palotának a díszterme, az erdődi terem. És hát itt most augusztus közepén a mezőkövesdi Matyó Múzeumnak a kiállítását tudtuk áthozni. A Jézus szíve légy velem című kiállítási anyagot, és hát ennek a megnyitóján úgy gondoltuk, hogy az egy-egy gondolat, amelyet a előadók, az atyák közvetítenek, amellett egy pillanatnyi megpihenés és talán a gondolatoknak az elmélyüléséhez hozzászolgál az, hogyha valamilyen szép zenét hallhatunk. Úgyhogy ebben az évben itt az igazgatónőjéket kértük fel, hogyha lehet, tegyék még színesebbé, még értékesebbé a kiállítás megnyitóját. És Kriszta, akkor téged kérlek arra, hogy mesélj egy kicsit róla, hiszen ti voltatok azok, akik átéltétek ezt közösen. Azt gondolom, hogy szintén sokszor volt már téma, hogy a könyvtár mennyire nyitott azokkal a programokkal kapcsolatban, amikor akár a kollégák, akár bármelyik vendégünk megmutathatja képességeit, érdeklődési területét, másik oldalát, mint amit egyébként a hétköznapokban ismerhetünk, hiszen mindannyiunknak vannak hobbiai, olyan szabadidős elfoglaltságai, amivel a saját és a környezete életét megpróbálja egy kicsit szebbé tenni. Az én számomra ilyen a zene, a Ponticello Kamarakórus tagja vagyok, úgyhogy 3 egyházi dallal készültünk. Bízunk benne, hogy ez a műsor valóban hozzájárult ahhoz, hogy maga a kiállítás és az ott elhangzott gondolatok hosszú távra elkísérjék az ott megjelenteket. Ezt a fajta együttműködést szeretnénk folytatni a későbbiekben is, illetve hát ennek egy kiváló példája a most megrendezésre került Arszakra Fesztivál. Igen, aminél nagy büszkeségünk, hogy Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen valósulnak meg, és nagy részt a könyvtár szervezésében programok. Természetesen nagyszerű, hogy az egyetem sokszínűsége itt is megmutatkozik, hiszen akár filmvetítéssel, akár a zenei intézet koncerttel is készül, de hát a Tittel podcastben azért mégiscsak arra kérnélek, Kriszta, hogy a könyvtár programjait és azt a gazdag kínálatát mutasd be, és itt is az Árszakra kapcsán a Palota szintén csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, ami innen az egyetemről, illetve a Líceumban működő 2 könyvtárból indult ki. Második évben, amióta az új fenntartónk szárnyai alatt működünk, második évben csatlakozunk ehhez az országos rendezvény sorozathoz. Elsőként egy igazán különleges és monumentális programot valósítottunk meg, amely egy misztikus musical. Már maga a szervezés is nagyon kalandos és izgalmas mindannyiunk számára, de egy ilyen diákszínpadnak egy ilyen volumenű előadása azt gondolom, hogy mindenki számára kuriózum és egy olyan élményt jelenthetett, amely kihagyhatatlan. Ráadásul nagyon nagy büszkeségünk az, hogy mellénk álltak az egyetem különböző egységei a megvalósításban, azonban az ötlet a könyvtárból indult ki, és egyébként szintén visszaköszönt az, hogy mennyire nagyszerű, hogy a Főegyház megyére és a társintézményekre is támaszkodhatunk, hiszen már előre 100 jegy elkelt, és azért szervezőként ez nagyon-nagyon megnyugtató volt számunkra. Egyértelműen azt gondolom, hogy ez a legjelentősebb és legnagyobb vállalásunk az idén, és valóban nagyon sok szervezeti egység csatlakozott az egyetemből, és természetesen a Főegyház megyei könyvtár és az érseki palota teljes erőbedobással társunk ebben a vállalásunkban. Egyébként szerintem minden nagyobb eseménynek a felkészülési ideje a legemberibb, azok a percek, amikor megalkotjuk ezeket az eseményeket, programokat, és maga az, hogy egyáltalán megvalósulhat, az már mindannyiunk számára egy akkora élmény, olyan feltöltő jelent, ami valóban kihagyhatatlan. Bízom benne, hogy ezt mindenki, aki részt vesz ebben a folyamatban, így érzi. Ez a program ugye a nyitó eseménye volt az Arszakra Fesztiválnak, de a könyvtár szervezésében szerdai napon hallhattuk az előbb említett Ponticello kamarakórust. Ez a kórus 8 éve dolgozik
együtt, bár igazából nem is munkának nevezném, hiszen annyira élmény próbáink vannak, és olyan szeretettel készülünk minden fellépésünkre, amit reméljük, hogy maguk az előadások is közvetítenek az érdeklődők számára. Pedagógusok, óvónők, zeneszerető szülők a tagjai ennek a kis kamarakórusnak. Igyekszünk közelebb vinni az emberekhez a szakrális zenét, de a világi zenéből is mindazt, amely a hitről, a szeretetről, az emberi kapcsolatokról szól. Ezt próbáljuk mindig közvetíteni, és ez volt ennek a koncertnek is az elsődleges témája. Különlegessége volt még ennek az alkalomnak, hogy igazgató úr által az előbb említett, és a palotában rendre megkóstolható finom borok és a Molnár kalács, az ezen a koncerten is szerepet kapott. Egy picit megpróbáltuk a szakralitást ilyen módon is közelebb vinni az emberekhez. Az érsegi palota az Arszakra hetében már az elmúlt években is folyamatosan megnyitotta kapuját a nyitott templomok napja alkalmából, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ilyen alkalmakkor azok a templomok, amely egyébként nem látogathatóak, ilyenkor kinyitják kapuikat. Az elmúlt években is igen nagy sikerrel, illetve hát létszámú látogatóval történt az érseki magánkápolnában. Igen, mert egyébként csak fentről lehet betekinteni, de ilyenkor beléphetnek a látogatók ebbe a szakrális térbe. Igen, egész más a látványa, amikor az ember a padozaton azt a csodálatos mozaikot, és onnan tekint föl a Szent Kereszt tiszteletére, szentelt oltárra, és hát tényleg így szembesül ezzel a gyönyörű építészeti remek művel. A 21-i programot említetted, Kriszta, és ott is gyönyörűen megmutatkozik, hogy ott egymásra épülnek a programok. Példáját adva annak, hogy az együttműködéssel sokkal nagyobb, szélesebb közönséget tudunk elérni, hiszen a Főegyházmegyei Könyvtár időszaki kiállításához kapcsolódóan tartott előadást Barsi János kollégánk, illetve Csorba Erzsébet kolléganőnknek a tárlatvezetését hallhatták, és ezt megkoronázandó, illetve ezt az élményt tovább növelve következett aztán a kórus. Így van, itt is megmutatkozik valóban ez a kiváló együttműködés, ezt kifejezetten így szerveztük, hogy egy elmélyült tudományos előadást, egy élményszerű tárlatvezetést, majd egy zenei koncertet összefűzünk, és egy egész estés kikapcsolódást nyújthassunk mindenki számára. És hát az együttműködések sorát folytatva magának a hétnek a záró eseménye, úgy, hogy beszéltünk a grandiózus megnyitó eseményről, a záró esemény pedig az érseki palotában zajlott. Igen, dr. Ködöböc Gábor, József Attila díjas irodalomtörténész előadása, amit hallhattunk itt az Egri Eseti Palotának a dísztermében, tényleg nagyon szép környezetben, az erdődi teremben. Én még emlékszem arra, amikor Ködöböc tanár úr érdeklődőként éppen Balogh Ferenc a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatójának invitálására jött el velünk egy programjára a palotának, és milyen nagyszerű, hogy előadóként aztán visszatér, és valóban az egyetem oktatója gazdagítja a palota kínálatát. A ti szemszögötökből ez hogyan érzékelhető, Csaba? Egyre több látogató érkezik az egyetem területéről, és hát ez számunkra tényleg egy nagyon jó dolog, hogy ezeken az előadásokon egyre több egyetemi dolgozó tanárok, előadók, akik később előadók lesznek, megjelennek és eljönnek hozzánk. Kulturális intézményként mindannyiunk érdeke és úgymond kötelessége is, hogy egymás nagyszerű adottságaira, programjaira felhívjuk a figyelmet, akár közös rendezvényről szól, akár külön programokról. Számos esetben fordul elő, hogy a hozzánk érkező csoportok vagy érdeklődők számára olyan programcsomagokat állítunk össze, amely átível másik partnerintézményünk felé. Tehát aki például a Líceum csodálatos termeire, csillagvizsgáló tornyára kíváncsi, ott mindannyiszor felmerül programpontként a Főegyházmegyei Könyvtár csodálatos barokk terme, vagy pont aki odaérkezik, annak kínáljuk a többi látnivalót, és minden egyes esetben elmondjuk, hogy az érseki palotában milyen látnivalók várják. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös kapcsolat, amire tudunk építeni, nem csak programszervezés terén, hanem akár a kulturális turizmus terén is. És nem is olyan régóta indult útjára a közös jegy, amely során tényleg nagyon kedvezményesen tudnak jegyet váltani, mind a csillagvizsgáló, mind a Főegyházmegyei Könyvtár, a palota és a pincerendszer meglátogatására. És nagyon sokan választják ezt a lehetőséget, ahol 3 nap alatt ezt a 4 intézményt, kulturális intézményt meg tudják tekinteni. Köszönöm, hogy mondtad a kultúra közvetítő szerepet, Kriszta. Sokszor szóba került már itt a beszélgetésünk kapcsán, hiszen itt az egyetemen már több évtizedre visszatekint a
kutatók éjszakájának rendezvénysorozata, és nem lennénk hűek magunkhoz könyvtárként, ha nem promótálnánk ezt is, hiszen visszatérő programunk a Kutatók kocsmája elnevezésű, de leginkább koncertet, felolvasást magában foglaló programunk. Így van, óriási előkészületek övezik a szeptember 30-án megrendezésre kerülő kutatók éjszakáját. Most a Heves megyei Iparkamara közreműködésével még nagyobb volumenű lesz, mint az elmúlt években az a rendezvény. Az egész egyetemvárost magába foglalja a megmozdulás, hiszen nem csak a Líceumban, hanem a Leányka úti kampuszon, illetve az Eszterházi téren, sőt az Eszterházi téren egy külön színpadon is zajlanak az események, tehát számos párhuzamos program lesz, amelyre nagyon sok érdeklődő jelezte már most a részvételét, illetve folyamatban van a regisztráció. A szervezés során egyrészt, mint programhelyszín veszünk részt, hiszen a könyvtár termei ideálisak a kutatók által erre az alkalomra prezentált előadások megtartására. Úgyhogy gyakorlatilag egész nap reggel 8-tól éjfélig folyamatosan minden könyvtári terünk kutatói programmal telik meg, de ezen kívül lesznek olyan gyerekprogramok is, amelyek azt gondolom, hogy minden korosztály számára érdekesek lehetnek. Hiszen a kutatók éjszakájának az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a tudományt tényleg ember közelbe hozza, olyan érthető módon közvetítse az érdeklődők felé, hogy aki még eddig nem találkozott valamely tudományterülettel, annak a figyelmét fölkeltsük, aki pedig gyakorolja, annak újabb és újabb aspektusait megmutathassuk. És természetesen a tudomány mellett a kultúra is helyet kap számos esemény keretében, és ez a bizonyos kutatók kocsmája, amely a nap lezárását jelenti tulajdonképpen, tehát ez már valóban az esti órákat fedi le, ez is a könyvtár legnagyobb termében, a 112-es teremben kerül megrendezésre évek óta. Nyilvánvalóan itt is egy kis bor és néhány finomság kíséretében olyan programokat igyekszünk kínálni, amely már valóban a kikapcsolódás jegyében zajlik. Az idén a már tavaly is elkezdett könyvtári felolvasóest lesz az egyik program, amit természetesen igyekszünk a lehető legkönnyedebb módon megvalósítani, hiszen itt is a humor lesz a fő irányvonal. Bízunk benne, hogy sokan át fogják érezni a hétköznapi utalásokat, hiszen nem csak a munkánkról, hanem az egyéb vonatkozásokról is fogunk az irodalom segítségével beszélni. Ezen kívül érdekes újabb program valósul majd meg, hiszen egyetemi házaspárok fognak nálunk fellépni, ahol mindkét tagja a házaspárnak egyetemi oktató vagy dolgozó, és ők szintén a humor jegyében fognak a tudományos életükről beszámolni. Azt gondolom, hogy ez is nagyon kíváncsivá tehet sokakat, mi nagyon várjuk. És hát természetesen a koncertek sem maradhatnak el, bár így, hogy most az Eszterházi téren is zajlanak programok, így annak lezárása lesz többek között a Back to Floyd koncert, ami szintén már hosszú évek óta kutatók éjszakája egyik esti fő programja. Valóban visszatérő program, és hogy egy személyes szállal megmutassam, hogy a kutatók éjszakájának tényleg milyen története és történelme van, az én legidősebb gyermekemet még természettudósnak készült éppen. Kisiskolásként vittem a hegyen lévő programokra, akkor még ott volt a nagy része ezeknek a programoknak. Ma pedig nem sokára jogászként végez, és mai napig él benne ez az élmény. Ezt azért is mondom, hogy mindenkit kicsit bíztassak is arra, hogy bekapcsolódjon ezekbe a programokba. És természetesen, ha azt mondjuk, hogy érseki palota és az egyetem könyvtára, akaratlanul is. Kérdés az, hogy mi lehet a jövő, hiszen a múlt és a jelen bejárásával és felvillantásával azért érzékeltetjük, hogy gyönyörűen épül, gazdagodik ez a kapcsolat. Az ősz során Fischer püspökatyának lesz egy konferencia, majd készülődünk az adventi időszakra, és hát az adventi időszaknak az egyik ilyen nyitánya, az pedig Pirker János László érsekatyának évfordulós konferenciája és kiállítása lesz. Mind a mellett bízunk benne, hogy az adventi vásár, a betlehemi kiállítás nagyon sok embert vonz majd még az év utolsó napjaiban is. És természetesen a tagintézményekkel együtt fogjuk ezeket még színesebbé, változatosabbá tenni. Nagyon hálásak vagyunk a könyvtáraknak, a Főegyházmegyei, illetve az Egyetem Tittelpár könyvtárának, hiszen rengeteg tudást közvetítenek, és olyan anyagokat bocsátnak rendelkezésünkre, amelyeket a konferenciák, illetve hát a kutatások során bizonyos tárgyaknak a megismerése során használni tudunk. Miután túl vagyunk a
kezdeti közös programokon. Biztos vagyok benne, hogy további olyan ötleteink lesznek, amelyek hosszú távra bebetonozzák ezt a fajta együttműködést. Mi esetünkben valószínűleg az egyik legnagyobb lépés lesz ebbe az irányba a következő emlékév állandó kiállításának a megszervezése, amelyben már most tisztelettel kérjük az érseki palota együttműködését. Nagyon szépen köszönjük, és állunk elébe. Kriszta Csaba, én is köszönöm nektek a beszélgetést, és remélem, hogy a Tittelpál könyvtár egy újabb izgalmas együttműködését mutathattuk be, és egy kicsit ráirányíthattuk a figyelmet az érseki palotára is, ami itt Eger szívében, belvárosában működik, és várja az egrieket ugyanúgy, ahogy a távolabbról érkezőket is. Köszönjük azoknak, akik vendégeink voltak az Árszakra programjain, és mindenkit hívunk a kutatók éjszakájának programjaira is. Információkat az egyetemi és a könyvtári honlapokon és Facebook oldalakon találnak, de mindenkit várunk személyesen a Tittelpál könyvtárban és az érseki palotában is. Eszterházi Podcast.